vigyázz a földre, mert a földből csak egy van. És hogyha arra nem vigyázunk, akkor megszűnik az élet. A környezetvédelem fontosságáról és az ivóvíz értékéről hallhattak a bátaszéki gyerekek előadást az Erőv vízi közmű által megszervezett csapvíz népszerűsítő programon. Népszerűsítjük a csapvizet, az ivóvizet, azért, mert komoly problémát jelent nem csak személyesen, hanem akár országosan, világméretűen a PET-palack. Tehát gyakorlatilag azt próbálják az embereknek, és azért is a gyerekeknek, mert ők elmondják, hogy ma itt voltunk, és ezt hallottuk, hogy az emberek is tudják azt, hogy nem jó az, hogyha PET-palackból isszuk a vizet. Az a lényeg, hogy csapvizet ígyunk, és a csapvíz is ugyanolyan egészséges, vagy még egészségesebb, mint a palackos víz. Nagyon sok helyre kiköltözünk, és megmondom őszintén, a gyerekekben látom azt az erőt, hogy ők képviselik azt, amit mondunk, és az életüket is ahhoz formálják, hogy amit mondunk, vagy amit kérünk tőlük, mint ahogy elbúcsúztam itt, ne felejtsétek, hogy a természetre vigyázni kell. És a gyerekek vigyáznak, és ha ezt elmondja otthon a szüleinek, vagy személygyűjtésnél otthon, azt mondja, apa, azt nem jó helyre dobtad, akkor ide kell tenni, ezzel már nagyon sok mindent elérünk, vagy elértünk, és a környezet is természetesen. Az előadók úgy vélik, minél korábban el kell kezdeni a gyerekeket is a környezet tudatos életre nevelni. A szemléletformáló programsorozattal a környezet és a víz védelmére szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét. Az előadás során olyan példákon keresztül mutatták be a víz körforgását, fontosságát és értékét, amit a gyerekek is könnyen megértettek. Vigyázz a földre! Ez az egyetlen bolygó, ahol lehet csokit kapni. Szeretitek a csokit, igaz? Én a gumicukrot. Gyerekek rajzolnak, színeznek, akkor táblákról beszélünk, ott vagyunk, kérdezhetnek. Nagyon lesoványodott gyerekkéz, ott megállnak, ott látom, hogy megdöbbennek, illetve nagyon sok olyan téma van, hát természetesen a csoki csap, meg a pénz csap, ez nekem is barátom lenne, de hát ott megállnak, és ott tényleg, ha spórolunk, akkor több marad csokia. Korsós János elárulta, hogy a gyerekek nagyon tájékozottak. Volt olyan csoport, amelyiknél teljesen meglepődtem, most tanultuk, mondta, a víz körforgás. Hát erről én is tudtam volna neki mesélni, hogy én is láttam a tévében, tudományos csatornán a víz körforgásáról volt szó, ami meglepett, és gyakorlatilag azért is lepett meg, hogy ők az óvodában már foglalkoztak ezzel. Tehát, hogy mibe dobod a szemetet, melyik kukába, itt kérdeztük, hogy mit csinálsz a szeméttel. Bedobom a kukába, és milyen kukátok van ott? És akkor mondja, hogy három kukánk van, helyes. Ott szelektíven gyűjti a szemetet, és ő már ebbe a korba él, amikor tudja, hogy így kell csinálni. Hát oda szól esetleg a szüleidek is, hogy na nem oda, hanem amoda. És akkor hát ebből indul ki egy ilyen körforgásnak nevezném, hogy a gyerek, a szülő, a gyerek, és akkor ennek a vége az nyilván, hogy a környezetnek jót teszünk, hiszen szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve hát a másik dolog az, hogy magunknak is jót teszünk nyilván azzal, hogyha a környezet tudatosan, környezetbarát módon élünk. A gyerekeknél kell elkezdeni, nem felnőtt korban már, hogy na, akkor ebbe dobjad aztán, mert a gyerekek azok, akik terjesztik is ezt. Tehát a családon belül, óvodába, ahova járnak, hogy én tudom, mondja ő. Hát és tudja is. A tájékoztató és a színezés után mindenki kapott egy cserepes virágot. A nap során több mint 300 gyermek fordult meg az uszoda előtti téren, a legkisebbektől a gimnazistákig.